egyszerűen szólva szeretem a természetet, jól érzem benne magam. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tud a természet, és jól csinál nélkülünk is. Vagy talán annak ellenére jól csinál, hogy mi bele próbálunk okoskodni, beleavatkozni. A több tízezer éve jól működő biológiai törvényekre hagyatkozom a legutóbbi állomásunkon. Az azt jelenti, hogy a feleségemmel együtt egy családi pincészetet hoztunk létre, és ezt működtetjük a nagyapám pincéjében. Tehát megpróbáljuk nem beavatkozva. Valaki esetleg fordíthatja ezt úgy, hogy a lusta borász, mert azt mondtuk, hogy leszüreteljük a szőlőt, és lepalackozzuk a bort. A közte levő időt az gyakorlatilag a természet, illetve a mi türelmünk tölti ki. Alapvetően a hordós érlelés az a folyamat, amely során kialakulnak a boraink. Arra törekszem, hogy a szőlő növény jól érezze magát, kialakuljon benne egy úgynevezett generatív-vegetatív egyensúly. Ez azt jelenti, hogy a fürtök, a termés képzéséhez a szükségesnél ne legyen több levél. Hát mondjuk azt, hogy egy hajtáson egy fürt van, egy hajtás az legyen mondjuk 14 levél hosszú, ez a 14 levél elegendő, hogy egy normál méretű fürtöt kineveljen és beérleljen. Tehát ez a koncepció, ezt próbáljuk megint csak úgy a növény bevonásával kialakítani, hogy lehetőleg minél kisebb beavatkozás, minél kevesebb szer kelljen. És ennek nem csak a lustaság meg a pénz, hanem tényleg a növény érezze jól magát, mert akkor lesz a gyümölcs is, a belőle készült bor is jó ízű. Itt ugye a természethű technológia kitér erre, nagyon fontos, hogy a talaj tömörödöttségét lehetőleg csökkentsük, vagy minimálisra szorítsuk. Ehhez képest a talaj életet próbáljuk meg gazdagabbá és virulóbbá tenni, mert ettől függ az a növény tápanyagfelvevő képessége, stb. Stb. És végül is a bornak az íze is. Mindenképpen a kíváncsiság, ez egy nagyon fontos dolog. Az újnak a keresése, a megtalált újnak az értékelése, a tisztelete, ami vonz mindig is. Fontos, hogy ami a szőlős gazdáról jutott eszembe már többször, hogy, és ez egy sajnos ez egy kivesző félben lévő típus, embertípus, akinek egyenes gerince van, felemelt fővel jár, nyitott szemmel, és bátran néz a világba. Tisztában van a saját képességeivel, és azért erre büszke, ugyanakkor, ha kikerül a környezetébe, akkor a megfelelő alázattal tud hozzányúlni azokhoz a dolgokhoz, amiről érzi, hogy vendégként próbál csak közreműködni. Tehát tiszteljük az élőlényeket körülöttünk.